Srácok, jó reggelt! Most épp lettem kész a reggeli e-mail megválaszolással, és jött egy kérdés, hogy mit csináljak, hogyha nem bírom ki több étkezés nélkül. Azt mondják nekem, hogy naponta csak háromszor egyek, és hogyha ezt így folytatom, akkor nem fogom tovább kibírni a diétát. Srácok, teljesen mindegy, hogy hány étkezésből áll a nap, ami fontos a nap végén, hogy mennyi kalóriát égettetek, és hogy mennyit vittetek be. Tehát, hogyha mondjuk naponta 2500 kalóriát vihetek be ahhoz, hogy elérjem a célom, akkor a testemnek teljesen mindegy, hogy hogyan osztom be. Mi ez a hülyeség, hogy naponta csak háromszor ehetek? Tök mindegy. A nap végén, hogyha 2500 kalória a cél, akkor az legyen meg, és ennyi, hogy ezt most 4, 5, 6 vagy 2 étkezésre osztom fel, tök mindegy a testnek, szóval nem fogja az este mondani, hogy figyelj, ma 4-szer ettél, ma nem égetek zsírt, 3 jobb lett volna, ez hülyeség. Kalóriaszám az a fontos, hogy hány étkezésből áll, teljesen mindegy, és ezzel itt is tartunk a reggeli sziniminizemnél, ezt nagyon furán ejtettem ki, de itt van, mert srácok, felsőtest edzés következik. Láttam a kommentekben, és én is realizáltam. Igen, az elmúlt időben nem mutattam túl sok felsőtest edzést, se melledzés, se hátedzés, se karedzés, és ezt írtátok is most már a kommentekbe. Láttam a kommentet, úgyhogy most jön egy kemény felsőtest edzés, még előbb megcsinálom a hajam, mert még elég furán néz ki, és akkor találkozunk a teremben. 3, 2, 1... You knocked on my window and slept on my pillow, then said you had found your place. Pretending that I don't know who you are every time I see you. Tell me, is this part of an act just to keep your image intact? If you think that strategy's smart, I'm not gonna defend my beating heart. Srácok, kész az edzés, és igazából ma nem dolgozok, szombat van, és a kollégám meg mondja, hogy hallod, tesó, nincs kávé. Holnap vasárnap van, holnap sehonnan nem tudunk kávét szerezni, úgyhogy most gyorsan, van egy bizonyos cég, ahol szoktunk kávét szerezni, oda most gyorsan elszáguldozok, és hozok neki, pedig igazából ma egy csomó programom van, semmi időm nincs ehhez, de mit meg nem teszünk a kedves kollégáinkért. Megvan 6 kiló kávé, menjünk vissza a teremhez. Na srácok, kész a kávé dolog, felvettem Annát is, itt ül mellettem. Kész az edzés. Hát felvettelek a teremben. Felszedtelek. Na. A lényeg, hogy most itt vagyunk együtt, és jöttünk kocsit mosni, és most sokat vitatkoztunk erről, meg gondolkoztunk, igazából én magam is nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy most ezt hogy csináljam, vagy hogy csináljam-e egyáltalán, de ahhoz jutottunk, hogy egyszerűen elmondjuk nektek, van egy új kocsi. Van egy újabb 3-as BMW, ugye
pár hete feltöltöttem azt, hogy akarok valami sportos Hyundai izét. Ti lebeszéltetek róla, mindenki, kb. Az összes komment arról szólt, hogy maradjak a BMW-nél, és végül úgy is döntöttem, de mielőtt most itt húdasokat dumálok róla, egyszerűen megmutatom a kocsit, és megmosom, nyomjuk a kocsi mosást. Úgy tele van légy szarral ez a kocsi. Erős víznyomás se tudja leszedni ennek, igen, mert kell valami. Igen, látom, hol ír. Ilyen igen. Zöld kis légy kakik. Pedig most fullosan átmentem, körülöttem mentem vagy ötször. Majd még van munkánk ezzel a kocsival. Most egyenlőre... De még amúgy is esik az eső, ma szóval. Még amúgy is esik az eső, csak így ilyen alaposan a kakikat le akartam szedni róla, hogy ne száradjanak bele túlságosan, de úgy látom a tükörnél is, hogy ez már igazából megtörtént. Na mindegy. Na srácok, közben sajnos lemerült az aksi, úgyhogy csak most folytatjuk a videót, közben otthon voltunk, reggeliztem, most pedig még kell vásárolnunk, mert holnap vasárnap van, és ugye itt Németországban vasárnap minden zárva van, úgyhogy menjünk be. Jól van srácok, épp hazaértem, Annát azt HIV-nél kiengedtem, vagy HIV megállónál kiengedtem, neki most dolgozni kell. Én pedig csinálom tovább a saját dolgom, hazaértem, megmutatom gyorsan, hogy mit vettünk. Kezdjük itt, vettünk két kivit, két, mi ez, lemon, citromot, aztán van itt ilyen proteínos joghurt. Ebben konkrétan a makrók azért is vettük, nagyon jók. Itt. Jó, ebben 9 g fehérje, 100 g-ban az annyira nem durva, viszont alig van benne zsír, 0,2 g. A másikban pedig szintén 9,3 g. Jó, azt hittem, hogy a 10 g-osat vettük, mindegy, most ezen az 1 g-on nem fog múlni, ez csak 9,3 g fehérje, de a lényeg, hogy ebben hát viszonylag kevés a cukor, mert ugye ez tejtermék, ezért eleve van benne tejcukor, tehát a hozzáadott cukor az nagyon kevés. Szóval zsírszegény, cukor szegény, és sok benne a fehérje, ezért ezt vettük. Igazából ezeket valószínűleg inkább Anna eszi, én annyira nem vagyok egy joghurt ember. Aztán vettünk ilyen teljes kérlésű hamburger zsömblét, ezzel egyszerűen valamikor ilyen egészséges hamburgert fogunk csinálni. Vettünk king prawns, tehát ilyen mi ez, rákszerűség, csirkemell felvágott, aztán ilyen cukormentes szelet. Ez is inkább Annája, ő szeret ilyen, ő kicsit édes szájú. Mondjuk úgy, hogy közülünk ő az édes szájú. Én igazából csak a sziniminiszt szoktam nagyon így enni, ami édes. Azt is inkább edzés előtt, azért vettük most ezt a golden változatot, mert egyrészt változatosság kedvéért, másrészt pedig ebben, kérem szépen, jóval kevesebb a zsír, mint a normális sziniminiszben, ebben csak 3 g zsír van, ha fókuszálna meg is tudnám mutatni most, 3 g zsír van 100 g-ban, az eredeti, a normális sziniminiszben pedig 10 g, tehát jóval kevesebb zsír, ugyanannyi fehérje, ugyanannyi szénhidrát, tehát erre most kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, remélem, hogy finom, és aztán még vettünk egy kis dinnyét, és egy ilyen, hát ilyen édes, mi ez, süß-sauer, sweet-sour, magyarul az az édes savanyú, abból valami kínait fogunk csinálni, valami csirkemellel, ez a szósz, meg rizs, szóval igazából semmi speciális, de mégiscsak nagyon finom lesz. És akkor most igazából ezeket beteszem a hűtőbe, és megyek is tovább, mert meg kell mosnom még az eddigi 3-as BMW-t, az E36-ost, mert arról szeretnék szép képeket csinálni, hogy feltegyem internetre, mert ezt most nem szeretném eladni, őszintén imádom ezt a kocsit, csak annyira drága nekem mégiscsak fenntartani, hogy sajnos el kell adnom. Úgyhogy ez mostanra a program, menjünk másodjára ma kocsit mosni. Let's go! Az a vicc, hogy van egy privát parkolom, itt lenne hely két kocsinak. Itt van az E36-os, ott az új kocsi, és
itt meg valami más ember ráállt a helyemre, úgyhogy most ki kell állnom vele, átrakom őt ide, majd vele megyek mosni, és majd ha visszajövök a mosástól, megint érdekes lesz, de most egyenlőre menjünk kocsit mosni másodjára. Lépés egy kész. Kérd a második. Vissza a helyére. Őszintén vicces érzés, hogy épp van két kék 3-as BMW-m, de ez sajnos hamarosan változni fog. Legszívesebben esküszöm, úgy megtartanám ezt a kocsit. Kár. Kár. Ha. Már 1990-ben is létezett, bizony. Na, most csináltam képeket róla, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy gyönyörű, szép kocsi. Ah, ne figyeljétek a hátteret, egy, kettő, nagyon éhes vagyok, órák óta nem ettem, igen. Nektek ebben a videóban talán ez most egy másodperc ugrás volt, nekem ez egy több órás ugrás volt. Össze van vágva eddig a videó, tehát most mindent, amit felveszek, azt majd még hozzá kell vágnom. Borzasztóan éhes vagyok, és észrevettem, hogy ez a videó az új kocsiról szól, de még nem is mutattam meg igazán, csak mosás közben valamennyire láttátok, úgyhogy ezt most gyorsan megeszem, aztán még megyünk az új kocsival egy kört, megmutatom nektek az új kocsit, és akkor így meg is van a videónak a lényege, mivel benne van a címben, úgyhogy ez, majd az, go! Hey baby! Szállj be! Get in sports car! Get in sports car! Yeah, get in sports car! Hey ladies, you like nightclub? We go to nightclub, buy champagne, drink from bottle, just get in sports car! Yeah, get in sports car! Jó. Na srácok, most mielőtt bemegyek, még szeretnék erről a kocsiról beszélni. Először is nagyon köszönöm mindenkinek, aki nézi a videóimat, hogy támogattok, hogy itt hagytok lájkokat, kommenteket, minden támogatást nagyon köszönök, tényleg nagyon hálás vagyok. Nélkületek ez a kocsi nem lenne lehetséges, szóval ti konkrétan segítettetek nekem tovább lépni az életemben, haladni, elérni egy következő nagy célomat, ez tényleg egy nagyon nagy cél volt. Imádtam az eddigi kocsit, és még most is imádom az E36-os BMW-met, most még épp az enyém. Őszintén nem szívesen szeretném eladni, de persze nagyon örülök most így az új kocsinak egyszerűen, mert nagyon sok tehert levesz a vállamról. Eleve biztonságosabb, nem kell mindig aggódnom, hogy vajon mi a következő, ami tönkre megy, legalábbis remélem, hogy ez az új kocsival most nem lesz, végül is ez is 2006-os, sose lehet tudni, de szerintem ezzel már egyszerűen kevesebb stresszem lesz, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekem, ezért tényleg nagyon köszönöm nektek, és ja, most hogy fog tovább menni nekem? Az előbb még vezettem az E36-ost, és azért észrevettem, hogy nagyon imádom,
az érzést, vezetni ezt a kocsit, mert ott tényleg ilyen nyers érzés. Ez ilyen modernebb kocsiban egyszerűen már nincs. Imádom ezt a nyers kocsi érzést, és ezért nekem például most egy nagyon magas életcélom lett, mondjuk 40 vagy 50 évesen, venni egy E36-os M3-at iszonyat szép állapotban. Tudom, hogy ez nagyon drága lesz, amíg én odaérek, de imádom az E36-ost, úgyhogy van egy újabb nagy életcélom. Támogathattok benne. Most persze élvezni fogom az új kocsit, és mondom, nagyon hálás vagyok érte, remélem, hogy ezzel most minden jól fog menni, és ja, én ettől nem fogok megváltozni, nem hinném, hogy egy olyan személyiség vagyok, aki tárgyak miatt megváltozik, szerintem a személyiségem az ugyanaz marad, tök mindegy, hogy milyen telefonom van, vagy milyen kocsim van, én mindig ilyen maradok, amilyen vagyok, nem az alapján mérem magam, vagy a minőségemet, hogy mim van, hanem hogy én ki vagyok, és ez az én személyiségem, ezért ez most szerintem nem változtat meg őszintén semmit. Mégiscsak kevesebb stresszem van most így az életben, és ja, ez így a befejező beszéd ennek a videónak. Köszönöm, hogy végignézted a mai videót, és én most megyek be, összevágom a videót, a maradék klippeket, feltöltöm, hogy holnap nektek vasárnapon időben felmenjen a videó. Még egyszer, köszönöm, hogy végignézted a mai videót, és találkozunk a következőben. Na, csak!